Üdvözlök újra itt mindenkit, megint folytatódik a webfejlesztéses, webprogramozásos gyakorlat. Hát hiába lesznek ilyen folytatásos epizódok is, most az a szép ebben, hogy azt építjük tovább, amit elvileg a múlt héten megvalósítottunk. Egy kicsit az előző rész tartalmából mi is készült legutóbb? Hát először is egy HTML forrás. Tulajdonképpen egy komplett szerkezetet elkészítettünk, úgyhogy van egy teljesnek mondható, majdnem teljesnek mondható weblapunk, fejléccel, navigációval, főtartalmi résszel, azon belül egy ilyen cikkszerűség, van még oldalsávunk is, illetve egy nagyon szegényes láblécünk. Emellett pedig CSS-t is gyártottunk. Hát szerintem én ezeket most így nem fogom részletezni, talán jobban árulkodik róla a kész produktum, ami így néz ki. Első közelítésben, így első gyakorlati óraként nem is rossz, de azért vannak hiányosságok. Elmondom, hogy mi az, amit szeretnék módosítani, és ez még nem azt jelenti, hogy az óra csak ennyiből fog állni, de mondjuk ez az alap. Jó, szerintem haladok alulról lefele. Na, először is itt van maga a fejléc, olyan túl sok funkciója nincsen, stílusa sem nagyon van, azért némi módosítást kellene eszközölni. Túl sok mindent nem tudok vele csinálni, nem is akarok, de legalább azt a címet egy kicsit elpakolni, valami kicsit igényesebbé tenni az egészet. Nem is feltétlen lesz igényesebb, vagy nem feltétlen fog sokkal jobban kinézni, csak úgy csináljunk dolgokat, hogy minél inkább szokjuk. Alatta jön a navigációs sáv, amit ugye senki nem gondolt komolyan, hogy ez így fog maradni. Tehát nem valami észszerűd, valami normálisat fogunk belőle készíteni. A főtartalom és a mondjuk úgy oldalsáv viszonyát se teljesen így képzelem el, mint ahogy most van, nem rossz, de legyen már az az oldalsáv egy oldalsáv. Egyébként itt linkek, betűtípusokkal kapcsolatban is egy apró módosítás azért jól jönne. Hát a lábléc, egy minimálisat fogunk hozzáírni, hogy egy kicsit olyan láblécebb legyen. És igen, lesznek még itt gondok. Ezek még egymás mellett is durvák tudnak lenni, hát még így ebben a formában. Szóval van mit csinálnunk, amennyiben még viszonylag időben végzünk vele, úgy, hogy még rengeteg további idő maradna, akkor még vannak elképzelések a jövőre vonatkozóan is, de akkor esünk neki. Első lépés lesz a fejléc. Egyszerűen az elképzelés az az, hogy legyen középen maga ez a cím, méghozzá úgy, hogy mondjuk beleteszem egy áttetsző fekete dobozba. Hát ez lesz neki a háttérszíne. Sőt, talán még azzal meg lehet dobni, hogy legyen neki egy fehér kerete is, valamint szegélye. És ezt dobom be valahogy középre, de úgy, hogy maga, nem csak maga a szöveg legyen középen, hanem ez a fekete doboz is. Tehát ez ne legyen teljes szélességű, hanem valamivel kisebb. Mondjuk adok neki egy maximális szélességértéket. Hát ehhez mire van szükség? Ugye a háttérszín, a betűszín az fehér lesz, kap egy belső margót is, mert úgy sokkal igényesebben néz ki. A box sizing értéket most akkor már gyakrabban fogom használni, mert hasznos, hogy jobban tudjak számolni azokkal a szélességértékekkel, amiket valóban szeretnék megkövetelni. Szegély, illetve, hogy középre kerüljön, egy olyan trükköt alkalmazunk, hogy merge in auto. Ilyenkor jobbról-balról automatikusan fog margót kapni, akkor át, hogy kiegyenlítődjön és középre kerül. Blokk típusú eleméknél ez működik. Egyébként, hogyha nagyon szeretném, azt is csinálhattam volna, hogy inline blokká alakítom, és akkor meg a headerön belül ő ugyanúgy középre került volna, tehát mindegyik játszik. Illetve, hogy fentről legyen egy kis távolság, a headerben egy padding topot még meghatároztam, és ugyanúgy a box sizing értéket is érdemes volt átállítanom, mert máskülönben megnőtt volna a header. Ja, és természetesen a headernek a magassága most már 350 pixel, legyen egy kicsit nagyobb, mert az jó. A headerrel kapcsolatban egyelőre ennyi az elképzelésem, majd ha későbbiekben hirtelen megszáll az ihlet, akkor még csinálunk mást is. A következő lépés lesz a nav, azaz a navigáció. Jó, a szerkezet itt nagyjából látszik, ehhez kellene hozzányúlnunk úgy,
hogy egy normális menüt kapjunk. Tehát a menüpontok azok szépen egymás mellett legyenek, középre igazítva a navigációs sávon belül. Az egésznek a vastagságát mondjuk a linkeknek a belső margója kellene, hogy meghatározza. Így van, és hogyha a link fölé húzom az egeret, akkor az aljától a tetejéig egy ilyen szép kis ízléses módon, egy olyan kis tégla formájában elszíneződik. Ez lenne az elképzelés, úgyhogy ezt kellene megvalósítani. Na, miként módosítjuk magát a menüt, hogy jó legyen? Első lépésként meg kellene szüntetni azokat a kis gömböcskéket, meg mindenfélét ott a felsorolásunk esetén. Ezeket mind az UL-nek köszönhetjük. Úgyhogy azzal kezdem, hogy nav UL, fontos, hogy a navigáción belüli UL, tehát minden UL-t ne érintsen az oldalon belül, ha esetleg lennének többen is. Először is a margókat, külső-belső margókat kinullázom, mert vannak és nem tesznek jót. Ami pedig a gömböcskéket megszünteti, az a list style tulajdonság, ezzel tudnám módosítani a stílust. Én non-ra állítom, hogy ne legyen semmiféle lista, semmiféle felsorolás stílus, és ezt követően már jó vagyok. Ahhoz, hogy a benne lévő Lee elemek egymás mellé kerüljenek, hát mit fogok csinálni, beállítom, hogy display inline block, és akkor azt követően már is egymás mellett vannak, és én ennek nagyon örülök. Olyan szinten örülök, hogyha az UL-nek azt mondom, hogy benne a szöveg középre igazodik, akkor középen lesznek ezek a menüpontok. Ekkor már látszódik, hogy szépen lassan elkezd alakulni a történet, úgyhogy mehetünk tovább, a linkeket kellene kicsit kibővíteni. Hát például mondjuk szeretnék nekik paddingeket belülről, mert az mégiscsak megdobja az egészet. Egyébként akkor a navigációnak vegyük el a paddingjét. Neki már nem kell, a navigációs sáv vastagságát a linkek fogják meghatározni, az ő vastagságukat meg a bennük lévő padding. Ha adok neki paddinget, azt jobbról-balról megkapják a menüpontok, de alul-fölül nem, francba. Ugyanis inline típusúak. Úgyhogy a display tulajdonságukat beállítom mondjuk blokkra, most az is játszik. Ezt követően már van neki belső margója mindenhonnan. Mondjuk megadok neki egy általánosat, és esetleg külön-külön megadom balról és jobbról, hogy az valamivel legyen nagyobb. Text decoration non, hogy eltűnjön az aláhúzás, a szín mondjuk úgy, hogy rendben van, ami még esetleg megdobhatja, hogy nagy betűssé teszem az egészet, text transform uppercase. Tulajdonképpen ennyi maga a menü. Egyedül még ezzel a padding értékkel nem voltam teljesen kibékülve, úgyhogy egy picit nagyobbra vettem, így most már sokkal jobban tetszik a vastagság. Jöjjön akkor a föléhúzásos dolog. Ezt is már tanultuk, úgyhogy nagyon fog menni. Egyszerűen leírom ugyanazt a szelektort, mint amit eddig. Nav A. Annyi különbséggel, hogy egy kettős pont hover-rel hozzáadom azt a pseudo-osztályt, hogy ez akkor érvényes, amikor fölé van húzva az egér. Változzon meg a háttérszíne, legyen valami sötét szín. Nem fekete, de mondjuk egy 3-3-3, vagy hogyha mondjuk esetleg az túl sötét, mondjuk egy 4-4-4. Elvileg akkor 666 az eredeti, oké. És szerintem még megspékelem azzal, hogy változzon át itt fehérre, eredeti állapotában meg legyen csak valami nagyon világos szürke. És akkor ezt követően már jó lesz, fölé húzom és megváltozik. Hogyha még egy kicsit spécizni akarom, és már pedig miért ne spécizném, hiszen már tanultuk, akkor egy kis transition-t hozzávágok. Tehát, ha megváltozik a háttérszín, illetve megváltozik a betűszín, akkor az valami szépen finom átmenetes módon történjen meg. Az átmenet ideje pedig legyen 0,3 szekundum. Azért szoktam ennyit írni, mert én ezt tapasztaltam ki, hogy ez egy ilyen egészséges időtartam. A nagyobb már sok, a kevesebbek nem eléggé látványos. 0,3. Tikre pontosan ezt kikutattam, hogy ez így a legjobb. Ezt követően van már egy tök jó menünk, ugye? Nagyon menü. Szerintem ezzel meg vagyunk. Most egyelőre többet vele nem kell foglalkozni. Akárhogyan méretezem az ablakot, ő tök jó lesz. Hogyha nagyon-nagyon-nagyon összetolom, akkor egymás alá esnek, de tulajdonképpen így is működőképes, szóval ezzel nincsen gond. Menjünk tovább. Jön az a rész, amikor a főtartalom és az aside egymás mellé kerül. Na, ezt hogyan lehet megcsinálni?
A művelet nem olyan egyszerű, de nem is olyan bonyolult, mint amilyennek elsőként gondolnánk. Hát indítsunk azzal, hogy kisebb méretűre vesszük őket, eleve csak így tudnak majd elférni egymás mellett. A mainünk most jelen esetben legyen 70%. Jó egyébként, hogyha százalékban dolgozunk, mert akkor ezek ilyen alkalmazkodóak lesznek, és akkor ez így leegyszerűsíti a dolgunkat. Illetve akkor az aside mellette legyen mondjuk 30% széles, elméletileg a kettő együtt lenne 100%. Oké. Hogy még jobban körvonalazódjon, hogy miként lesz a helyzet, az aside-ot kiflótoljuk jobbra, a main-t pedig kiflótoljuk balra. Ekkor már látjuk, hogy mindegyik megpróbálná megtalálni a maga helyét a megfelelő oldalon, csak nem egymás mellett, azt is látom, hogy nagyobbak együtt, mint amekkorának, én gondolnám, hogy együtt akkorának kell lenniük. Fú, szóval mi szükséges ehhez a box sizing érték átállítása? Megint az a probléma, hogy az egyik 70%, de van 25 pixeles belső margója jobbról is balról is, tehát ez már rögtön 70% plusz 50, és ez igaz az aside-ra vonatkozóan is. Így, hogy border box típusúak, így belső margókkal együtt értve lesznek 70 és 30, így már gyönyörű szépen elférnek egymás mellett. A következő nagy probléma, hogy valami nincs rendben a footerrel. A footer szakmailag mondva meghibbant. A szövegét látom, a háttérszínét nem. Ugyanaz a helyzet, mint ami előbb is volt, mármint az előadáson, amiről már szó esett, hogy a flótolás miatt a footer ott akarna kezdődni, ahol ezek ketten is vannak, egész konkrétan, ahol a main kezdődne. Tehát a flótolás olyan fajta effektust vált ki, minthogyha ők ott lennének, csak nem lenne magasságuk. Ezáltal, ahol a main kezdődik, ott fog kezdődni a következő nem flótolt elem is. Jó, kicsit túl bonyolítottam. Elméletileg mindent megold, hogyha a footert kiegészítem azzal a definícióval, hogy clear 2.bo. Tehát én mindkét oldalról törlöm a lebegtetési hatásokat. Gyönyörű szép az oldal. Egyébként az oldalsáv esetében az most olyan kis gáz, hogy ilyen neki a háttérszíne. Alatta pedig ott van egy másik szürke, az egyébként az oldalnak, a dokumentumnak az alapvető háttérszíne. Ha kicsit megengedem magamnak azt, hogy csaljak, akkor megtehetem azt. Az aside-nak kiveszem a háttérszínét, nem törlöm, inkább csak kommenté alakítom, és akkor már olyan, mintha egy teljes magasságú aside-om lenne. Ez így még mondhatnám azt is, hogy bitang jól néz ki, de majd mindjárt rátérünk arra, hogy miért nem tökéletes. Még egy kicsit a footerrel játszadozzunk. Nem sokat, mindössze csak annyit, hogy akkor a benne lévő szöveg az kerüljön középre, mert úgy mégiscsak szebb, meg sokkal inkább footerösebb. A színét is változtassuk meg, ez már viszonylag, hát határeset, de mondjuk sötétnek mondható, úgyhogy legyen valami világos szín. Az egyszerűség kedvéért legyen egy áttetsző fehér. RGBA 255-255-255, ez jelenti azt, hogy fehér, és mondjuk 0.66, egy 67%-osan látszódó fehér. És tehát így sincs benne túlzottan nagy tartalom, de még szedjük is le a betű méretét a biztonság kedvére egy jó 13 pixelrel, hogy még az a kevés is rohadt kicsi legyen. A stílus tekintve egészen jól megvagyunk. Bizony-bizony nagyon jól. Mi lehentheti a problémát? Figyelem. Ez jelentheti a problémát. Széthúzom, és bármennyire hülyén is hangzik, nekem az a bajom, hogy a main meg az aside az pontosan azt teszi, amit én akarok, hogy tegyen. És ez tök jó, csak nem kellene túlzásokba esni. Tehát nagyobb ablakméret esetén azért már valahogyan korlátozni kellene ezt az egészet. Magyarul a legtöbb oldalnál azt tapasztaljuk, hogy oké, a menüsáv, meg a fejléc, meg a lábléc, az kimegy teljesen faltól falig, viszont a belső tartalmi rész, ahol fogyasztjuk az információt, azt nem szabad teljes szélességig széthúzni, mert hülyén fog kinézni, és ráadásul olvasni is kényelmetlen, tehát nem kifejezetten jó. Ezt rendszerint úgy oldják meg, hogy kisebb méretek esetén az van, amit most is látunk, ez tök jó.
az is királyság, hogy alkalmazkodik, tehát kitölti a teret 100%-osan annak megfelelően, hogy mekkora az ablak, viszont egy bizonyos méretnél jobban már nem nőnek. Tehát ez mondjuk egy olyan 1200-1300 pixel szélesség szokott lenni. Azt kellene tenni, hogy annál a méretnél már megáll, ugyanúgy megmarad bal oldalt a main, jobb oldalt az aside, ugyanúgy együtt egymás mellett, de ők együtt már nem nőnek tovább 1300 pixelnél, hanem ott maradnak középen, ez fontos, középen, és két oldalról meg csak a nagy semmi, a nagy fehérség. Na ezt miként tudjuk megoldani? Az első legnagyobb kérdés, hogy hogyan lehet két egymás mellé flótolt elemet együttesen mozgatni és méretezni. Mert első körben ez lenne a kérdés. Aki gondolja, megállíthatja a videót és elkezdhet rajta töprengeni, én meg most mondom a választ, sehogy. Ezt nem tudjuk megcsinálni. Tehát nem tudom külön-külön megmondani nekik azt, hogy együttesen hogyan viselkedjenek és mekkorák legyenek. Hát láttuk még így is, mennyi baj van vele. Ezért csak az jelentheti a megoldást, hogy egy közös elembe pakolom bele őket, annak a bizonyos elemnek mondom meg, hogy középre kell kerülnie, és hogy hogyan kell méreteződnie, és akkor majd azon az elemen belül harcolnak a 70-30 százalékért a main és az aside. Most én az egyszerűség kedvéért összecsukom a main-t meg az aside-ot. Fontos, nem töröltem ki a tartalmát, csak összecsuktam, mert már volt ilyen is. Egy tabulátorral majd beljebb húzom őket, és kívülre elhelyezek egy div elemet. Emlékszünk, egy általános célú elem, akinek önmagában nincsen semmilyen szerepe, semmilyen jelentése. A div-en belül fog elhelyezkedni a main és az aside. Szóval létrehozom a nyitó részt, és majd az aside lezárása utánra kell oda csempésznem a lezáró részt. Hogy szokjuk azt, hogy div elemeknél, ha máshol eddig nem is, biztosan kell legalább egy class attribútum, ahol megadhatjuk, hogy ő micsoda vagy milyen besorolású valami, hogy majd meg lehessen különböztetni az esetleges többi div-től. Úgyhogy ő lesz most a konténer. Ő lesz a konténer, aki egybe fogja a main-t és az aside-ot. Ezt most jobban kifejteni nem nagyon tudom. Miután ez megvan, nem kell amiatt izgulni, hogy most minden szétesett, azt látom, hogy tulajdonképpen nem történt semmi. Minden ugyanolyan. Ez azért van, mert a div az semmilyen stílus jellemzőt nem cipel magán alapértelmezetten. Amit akarok, azt hozzáírhatok, azzal kibővíthetem. Úgyhogy akkor járjunk is el így, próbáljuk meg valahogy ezt a méretezési dolgot megvalósítani. Akkor kezdjünk neki. Hogyan hivatkozom meg a konténert? Ő ugye nem egy konténer nevű elem, hanem egy konténer classbe besorolt elem, szóval pont konténer, ez CSS-ben így néz ki. Mit tudok vele csinálni? Jó, nézzük meg, mi van akkor, ha beállítom a szélességét mondjuk 1200 pixelre. Ha ezt megteszem, akkor valóban az történik, amire számítottam. Nem fog nagyon nagyra nőni. Ez tök jó, de hogyha lekicsinyítem az ablakot, akkor is 1200 pixel széles lesz, tehát mindenki kilóg. Hogyan csinálok alkalmazkodást az ablakhoz? Mondjuk azt mondom neki, hogy jó, akkor legyen a szélessége 95%. Általában én ezt szoktam mondjuk használni. És akkor látom, hogy valóban alkalmazkodik az ablakhoz, de most meg megint nincs az, hogy 1200 pixelnél megállna. Hogyan tudom én ezt valahogy egy füst alatt megoldani? Roppant egyszerű. Beírom, mekkora szélességet szeretnék alkalmazkodás szempontjából, mondjuk a prac 95%-át töltse ki. Ezt követően van egy olyan tulajdonság, hála Istennek, hogy a maximális szélesség, és megadom, hogy legyen 1200 pixel. Mi történik ilyenkor? Még a sorrendet jobb is, hogyha úgy írom, hogy szélesség, max szélesség, így lesz igazán logikus. Törekszik arra, hogy kitöltse a 95%-át a helynek, és ezt, ahogyan növelem az ablakot, ezt ugyanúgy folyamatosan törekszik megtenni.
Viszont ott a másik szabály, hogy amennyiben meghaladná az 1200 pixelt, nem nő tovább, hiszen tudja, hogy neki az a maximális szélessége. Úgyhogy ezzel meg is oldottam a dolgot. Már csak az a kérdéses, hogy az hogyan fog középre kerülni. Hát a középre igazításnak az egyik legegyszerűbb módja blokk szintű elemek esetén, hogy azt mondom neki Merge in Auto. És ez az esetek döntő többségében működik, tehát automatikusan kalkulál margót jobbról és balról is, kiegyenlítődik, ergo középre fog kerülni. Hát egyébként, mivel a mainnek úgyis ilyen fehér a háttérszíne akármi, és van nekik paddingjük is, tulajdonképpen lehet a szélesség 100%. Sőt, ha szélesség 100%, blokk típusú elemnél ezt le se kell írni. Tehát gyönyörű szépen működik, kitölti a teret, viszont 1200 pixelnél nagyobbra nem nő, és középen marad. Nagyon jó, zseniális, zseniális! Annyit még megteszek, hogy a mainen betalálható tartalmat még kibővítem egy linkkel. Ott lesz a bekezdés után, legyen a szövege az, hogy tovább. És akkor most van link a mainen belül is, és az aside-on belül is. Illetve vannak linkek természetesen a navigációban is, ha esetleg megfeledkeztünk volna róla. Most az a tervem, hogy egy picit még játszadozok ezekkel a linkekkel is. Valamilyen stílus szeretnék hozzájuk rendelni, hogy úgy kinézzenek igényes módon. Hogy mennyire lesz igényes, az majd kiderül, minden esetre én azért törekedni fogok rá, hogy az legyen. Először is akkor az A, tehát a linkekről lesz szó. Legyen neki mondjuk egy, nem tudom, valamilyen fajta szürkés háttere, mert most hirtelen jobbat nem tudok, és nem akarok színekkel kísérletezni. Betűszín, szokásos, leveszem az aláhúzást, tehát nincs szövegdekoráció, adok neki paddinget, jó kis belső margót, majd meglátjuk, hogy ez így ebben a formában jó lesz-e. A lekerekítés, border, kötőjel, radius, itt tudom meghatározni a sugarát a lekerekítésnek, és pixelben megadhatom, hogy milyen mértékű legyen. Tipp: ha szándékosan nagyobb értéket adok meg, mint amekkora mondjuk a magasság fele, akkor egy ilyen szép szabályosan lekerekített oldalt fogok kapni az én kis linkem, meg akár a gombok esetén is. Már amennyire érthető ez, amit akartam. Hát azért kelleni fog szerintem jobbról-balról valamivel nagyobb padding, hogy tuti legyen. És egyébként nem nagyon feltűnő, de az alsó-felső paddingek hatására nem mozdult lejjebb az elem, tehát közelebb kerültünk úgymond a bekezdésekhez, hiszen ő egy inline típusú valami. Ha valakit ez zavar, akkor azért segíthet úgy a dolgon, hogy átalakítjuk inline blokká, és akkor érzékeljük, hogy egy picit lejjebb került a link a bekezdéshez képest. Oké. Egyébként, hogyha én ezt csinálom, akkor jó, hogyha közben körülnézek az oldal többi részén is, mert hoppá, én azt írtam, hogy A, és ezáltal az oldalon minden link próbál így viselkedni, még ott fönt a menüben is. Jó, ez nekem nem jó, kicsit szűkítenem kell a kört. Hát a mainen és az aside-on belüli linkekről van szó. Mondhatom mondjuk azt, hogy pont container szó közel. Tehát a konténerem területén belül lévő A linkekre vonatkozzon ez, amit ide írtam. Na, és akkor most jöhet a huzivoni, hogy elszíneződjön. Pont container A, kettős pont hover, ez már senkit se lep meg. Változzon meg a háttérszín, és változzon meg a betűszín. Legyen mondjuk, nem tudom, sötétebb például, vagy valami észszerűbb. Egyébként mindenki nyugodtan dolgozhat saját színekkel, tehát lehet a kreativitásunkat kijönni ilyen szinten. És szeretném, hogyha szép átmenetes animált módon történne, tehát transitionöket is beveszek a buliba, transition, background és color, ugyanúgy, mint ahogy fent is csináltuk. És akkor így már szép is. De ha valamiért ez a szürkeség nagyon zavar minket, akkor próbálkozhatunk. Elvileg most valami kék szín az itt jól mutatna. Van ilyen trükk is a böngészőben, a fejlesztői beállításoknál, hogy
megtekintem a CSS kódját valaminek, és ott szint is tudok módosítani ideiglenesen a böngészőbe, amivel még szint lopni is tudok, úgyhogy valami kéket kerítek magamnak. Ez lesz a gombnak a háttérszíne, és akkor legyen az előtérszín fehér, és akkor a háttérszín fölé húzáskor sötétebbé válik. Hát tulajdonképpen akkor nincs is szükség most itt egy új color értékre, és a transition se fontos. Most akkor csak a háttér változik, tegyük fel. Kezd szépülni az oldal, nézzenek oda. Lassan már úgy néz ki, mint valami emberi weboldal, tehát valami elfogadható. Kezdjünk kicsit valamit a betűtípussal is. Hát, valahogy én most nem örülök ennek a Times-os dolognak, úgyhogy nézzük, milyen egyéb lehetőségeink vannak. Láttuk ezt a betűtípus beágyazást az előadáson, nem fogjuk alkalmazni, otthon ki lehet próbálni, sőt, erősen ajánlom, hogy próbáljuk ki. Viszont azért megkíséreljük megváltoztatni magát a betűstílust, úgyhogy alapértelmezetten a bodyba írom bele, hogy ez mindenkire igaz legyen. Font family, ami nagy valószínűséggel megtalálható minden környezetben, az a sans serif kötőjellel. De ha nagyon biztosra akarunk menni, akkor veszővel még oda felírhatunk pár alternatívát, Arial és mondjuk Verdana például. Tehát valamelyik azért csak működőképes lesz, és már látom, hogy átváltozott ilyen talpasabb betűtípussá a betűkészletünk az oldalon. Alapértelmezett betűméretet is beállíthatok a font size-zal, legyen ez mondjuk 15 pixel. És nem nagyon volt róla szó, de ha már itt vagyunk, miért nem mutatnám meg a line height tulajdonságot, amivel a sor közöket vagyok képes beállítani. Ezt is megadhatom pixelre pontosan, de beírhatok egy relatív értéket is, például 1.5, és akkor egy ilyen másfélszeres sor közök lesznek. Ezzel is lehet játszadozni. Ahol módosítom a betű méretet, ott érdemes lehet ezt az értéket is állítani, mert különben mondjuk furcsán fognak kinézni a szövegek. Oké, az oldalunk az lenyűgöző. Már minden a helyén van, és már minden jól néz ki pont úgy, ahogyan kb. Elképzeltük. Még a betűtípus is simán jó. Most miután tudjuk, hogy nagyjából egy egyszerű weboldal szerkezetileg és stílusilag hogy áll össze, picit nézzük meg azt, hogy hogy áll össze egy honlap. Mit értek honlap alatt? Nehéz játszadozni ezekkel a szavakkal. Számomra a honlap most azt jelenti, hogy több lapból álló weblap. Olyan több weblap, amelyeknek a stílusa ugyanaz, az alapvető kerete ugyanaz, gondolok itt arra, hogy fejlész, láblész, akármi, csak a benne lévő tartalom más, tehát összetartozó lapok, amelyek egyébként hivatkoznak egymásra a navigációs menün belül. Nem egy nehezen kitalálható dolog, hogy ez úgy fog előállni, hogy további állományokat hozunk létre, amelyekben jelentős részük egyező lesz, szóval az index HTML-em tartalmát fogom többször lemásolni, és csak a main-en belüli szekciókat fogom módosítani. Ezek az állományok pedig a menüben található linkeken keresztül fognak egymásra mutatni, tehát amikor rákattintok mondjuk a szolgáltatásokra, akkor átnavigálok a szolgáltatások HTML-re. Hogy ezt ne később kelljen módosítanom mindegyik fájban, ezért most előre célszerű megírni, és akkor utána már minden fájlban ez benne lesz megfelelő módon. Most már csak az a célom, hogy létrehozzam ugyanezzel a tartalommal a szolgáltatások, a referenciák és a kapcsolat.html-t. Mindegyik létrejön, és akkor egyiken belül már elkezdem végrehajtani a módosításokat, mondjuk a kapcsolat.html-ben. Beszúrom az index HTML tartalmát úgy, ahogy van, majd megkeresem a main-t. A main-en belül majdnem mindent kitöllök, az egyik, a legelső bekezdést megőrzöm meg a H2-es címsort, és hogy egyértelmű legyen, hogy melyik aloldalon vagyok, átírom a tartalmát a címsornak, mondjuk arra, hogy kapcsolat. És ugyanezt másolom tovább a többi állományba is. És akkor már a főoldalnak is lehetne valami normális címe, üdvözöllek a honlapomon mondjuk. Ezt követően a linkekre kattintva már tudunk navigálni az aloldalak között,
És most arról kell megbizonyosodnunk, hogy valóban az a című lap jön be, amelyikre rákattintottam a menüben, tehát szolgáltatások, referenciák, kapcsolat. Na, akkor most már megy ez. Akkor ez alapján már el tudjuk képzelni, hogy hogy épül fel egy statikus honlap. Tulajdonképpen így mindegyiknek a saját állományában megírom, hogy mi legyen a belső tartalma. És akkor így áll össze. Egyetlen egy apróságot egyébként elfelejtettem még a főoldal esetén. Ezt így megcsináljuk, és akkor mára készen vagyunk. Átjövök az Index HTML-be. Na, én ezt a cikkesen kinéző valamit úgy képzelem el, mint ezek a klasszikus hírportálokon lévő cikkek, pár helyen, ahol még így van, hogy van nekem a címem, a cím után jön egy bekezdés, egy nagy kép, és folytatódik a szöveg. Na, a kép fölötti, tehát a cím alatti bekezdés, az rendszerint egy ilyen felvezető szöveg szokott lenni, amit úgy különböztetnek meg a többi szövegtől, hogy az vastagon szedett. Semmi más különbség nincsen. Na, ezt meg kellene oldani. Tehát technikailag az maradjon ugyanúgy bekezdés, mint eddig, csak mondjuk legyen vastagon szedett. Hogyan lehetne ezt megvalósítani? Nagyon jó, hisz most már ehhez is minden tudás rendelkezésünkre áll. Azt kell majd tapasztalnom, hogy a felső vastag, az alsó pedig vékony marad. Hogyan tudom őket megkülönböztetni, mondjuk class segítségével. Az első bekezdés kap egy class-t, legyen ez mondjuk intro, és akkor a CSS-ben valahova a logikus helyre bebígyeztem azt, hogy pont intro, tehát az intro osztályba sorolt elemre vonatkozik, font weight bold. Szóval a betű vastagságot állítjuk boldra, ami ugye félkövérré teszi, és ezáltal vastag lesz az első bekezdés, a többi pedig nem. Na most merem azt mondani, hogy egész jók vagyunk. Még van egy-két dolog, amit jó lenne megoldani, például a szolgáltatások, referenciák, illetve a kapcsolatmenün belül. Legközelebb erre is sort fogunk keríteni, és akkor majd az is nagyon jó lesz. Addig is még játszadozzatok vele egész nyugodtan, aztán majd ingyen folytatjuk, hali!